nem érdezésen a harmadik helyet tudtam megszerezni. Az, hát nem vagyok teljesen elégedett el, annak ellenére, hogy itt teszteltünk, most valahogy nem működik olyan az autó, és a kigyorsításokkal van problémánk. Úgyhogy harmadik helyre indultam, az első az sima harmadik volt, igazából előre sem tudtam nagyon támadni, hátulról sem tudtak támadni, úgyhogy ez sima harmadik hely volt. A második verseny az egy kicsit kalandosabb volt, ugye a hatodikról indultam, és aztán rajtnál meg tudtuk előzni a Mikát, aztán utána pedig a zseniek mögé beragadt az ősztereik, és én meg mögé, aztán így két alkalommal volt egy ilyen előzési próbálkozásom az ősztereiken, de nem működött, aztán most már így nem akarjuk kilöpdösni az embereket, hanem gyűjtjük a pontokat. Úgyhogy maradtam a negyedik. Az időmérőn sikerült megszerezni egy 11. helyet, éppen lecsúsztam a 10. helyről, ugye a Super Bowl-ról. De jó volt a verseny, az első verseny, igyekeztem minél jobban összerakni a köröket és ellenni, volt egy pár baleset is. Igyekeztem kikerülni őket, majd 9-én futottam be, viszont megbüntették a Davidot, David Veszkit, és emiatt a 8. helyre előre tudtam jutni, ami viszont a második futamba a pole pozíciót jelentette. Így onnan elrajtoltam, és sikerült többé-kevésbé jól elhozni. Az első körben volt még egy kis csata, utána viszont sikerült még megőriznem a helyemet, majd sikerült vissza ellépnem, és végül sikerült behoznom elsőként. Hihetetlen, nem gondoltam volna, hogy ez már most sikerülni fog. Hihetetlen.